Konfár Sándort kecskeméti otthonában kerestük meg az idén, és családi körben idéztük fel a 2015-ös esztendőt. Akkor a szegedi klinikán mesélte betegsége történetét. Különféle kezeléseket, kemoterápiát kaptam, így van. De hát ezek nem vezettek eredményre, időlegesen levitték a fehérvérsejt számomat, a nyirokcsomók nem változtak, ez a képeken is látszik, hogy hatalmasra duzzadtak, fájtak. Nagyon vártam ezt a évvégét, amikor is végre hozzájutottam egy új készítményhez. És azóta? Azóta pedig hát varázsütésre megváltozott az élet, megváltoztak a nyirokcsomók, gyakorlatilag eltűntek. Az elmúlt 10-12 hónapnak a rövid története önben, hogy maradt meg Sándor? Most, ha önre nézek, nagyon jól van. Jól is vagyok, jól érzem magam. Élem az életem, mint ahogy a gyógyszer szedése óta ez tart. És elmúlt 12 hónapban is a betegségem az teljesen észrevétlen. Krisztina, hogyan telnek a napjaik? Mennyire határozza meg, hogy nagyon vigyáznak Sándorra? Megmondom őszintén, hogy egy normál család életet élünk, és próbálunk mindent úgy alakítani, hogy Sándornak is jó legyen, de mégse érzékeltessük vele azt, hogy van egy ilyen betegsége, tehát így megtanultunk együtt élni vele. Nyilván azokat a tömegrendezvényeket kerüljük, vagy éppen oda nem tart velünk, de igazság szerint vigyáz ő is most már magára, és mi is úgy vigyázunk rá, hogy olyan programokat szervezünk, amiben részt tudunk minden négyen menni. Mindketten dolgoznak. Így van. Az itthoni munkában ő ki tudja venni a részét, kutyát látok, kertet, gondozni kell a házat. Igen, ez abszolút megosztva van, a kinti kerti rész az övé, mert én annyira nem vagyok kertészkedő típus, a benti pedig az enyém. És akkor a gyerekek meg hol ide, hol oda segítenek. Régebben, mikor kapta a kezeléseket, főleg a kemoterápia idején, akkor nagyon sokat volt így rosszul, mikor hazajött, akkor sem érezte túlságosan jól magát, és ez így minket is megviselt, nem tudott annyira velünk lenni. Illetve ti szenvedni láttátok. Igen, igen, mi szenvedni láttuk, és sokat volt kórházban, ugye, sok vért kapott, meg ilyesmi. És miután bejött a gyógyszer, azután nagyon jól érezte magát, és azóta olyan, mint régen. Tőlem is sokan kérdezik, hogy bírjuk lelkileg. Úgyhogy nem ez a központ, hogy ez van előttünk, hanem az, hogy jól van, és amikor jól van, akkor tényleg nagyon jól van, és így ugyanúgy tudjuk élni az életet, mint a többi más ember. Néha úgy érzem, hogy te, mint egy családfő, igazgatod a testvéredet, vagy állsz hát igen. Erős támaszként édesanyád mellett. Igen, szoktam, mikor apa kórházban volt régebben sokszor, vagy most is volt egy ideig, akkor is vigyáztam a rendre. Meg szoktam nézni, be vannak-e zárva az ajtók, ezeket mindig ellenőrzöm, meg hát fontos dolgok. A megfázásos panasz az szinte állandó nálam, állandónak lehet tekinteni a felső légúti tüneteket, betegségeket. Amikor volt, az egy lázas fertőzéssel járó baktérium, és amit most gyógyszeres kezeléssel próbálunk leküzdeni. Ha közösségbe megyek, mert hogy dolgozom, ha oda megyek közéjük, ott többen is vagyunk, használom a kesztyűt és a maszkot. A kollégái mennyiben támaszok önnek, vagy mennyire várja el ön tőlük, hogy támogassák a betegségében, vagy inkább vegyék úgy, mintha önnek semmi egészségügyi problémája nem lenne? Vegyék úgy, és úgy is veszik, mintha semmi problémám, gondom nem lenne. Ha én mesélek róla, ha én akarok, akkor meghallgatják és érdeklődnek, kíváncsiak, de hogyha és ez így szokott előfordulni, végzem a dolgomat, a munkámat, számukra is ez észrevétlen. Azon kívül, hogy ők is. A közvetlen főnököm, ő a második anyukám, szoktuk mondani, ő nagyon vigyáz arra, hogy akár arra, hogy reggelizzem, ebédeljem, és minden rendben legyen körülöttem. Nagyon szerencsés vagyok ilyen tekintetben.